szép foglaló. Ezt a széket kérdezzük, hogy legyen. Jó, de most egy picit más, mert nem énekel. Hol van egy? Itt is így húzzátok össze a költ, gyere be ilyen Dóri. És az a feladatot látok, és akkor szépen elindultok körbe, szépen lassan sétálva. Amikor én egyet kapcsolok, akkor mindenki leül a székre, amit éppen talál. Nem a megszokott tanórai keretek között zajlanak a foglalkozások a héten a Bezrédi Általános Iskola és Diákotthonban. A projekt héten az idén 120 éves magyar polgári fiúiskola történelmével ismerkednek a tanulók. A pedagógusok a 12-15 fős csoportoknak forgószínpadszerűen korabeli játékokkal, tanászközökkel próbálják visszaidézni az órák hangulatát. A programsorozat az elmúlt hét csütörtökén Tumpek Györgyi rajztanár és képzőművész kiállításával kezdődött a Csengély Dénes Kulturális Központban. A gyerekek körében mindenképpen nagy sikert arat ez a projekt hét, az elmúlt két év tapasztalata is ezt bizonyítja. Azért tettük erre az időpontra ezt a projekthetet, mert a téli szünet és a tavaszi szünet között azért nagyobb időintervallum telik el, fáradtak a gyerekek már, és úgy gondoltuk, hogy ez motiválólag is hat rájuk egy kicsit, illetve hát nem annyira kötött a forma, így nagyobb kedvel vesznek részt a munkában. A pedagógusok részéről viszont sokkal nagyobb szervező munkát igényel ez a hét. Előkészítő jellegű munkák sokkal több időt igényelnek, mint a hagyományos tanórai keretek. Március 15-én a magyar emberek kokárdát fűznek ruháikra, és az épületeken is magyar zászlót lenget a szél. Minden településen megemlékeznek az 1848-as forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről. A heti program csütörtökön a 4. osztályos diákok március 15-én műsorával zárul. A tanulók és a pedagógusok az utolsó próbákat tartják, de 18-án is lesz még esemény a Bezerédiben. A 120 éves évforduló tiszteletére további rendezvényeink várhatóak a jövő héten. 18-án iskolatörténeti kiállítás a polgári épületben, illetve a vizuális osztályok tanulóinak alkotásait mutatjuk be szintén a polgári épületben, de nem a megszokott helyen, hanem a polgári épület alatt található pincében. Pince galériát nyitunk a gyerekek alkotásaiból, és mindenkit nagy szeretettel várunk mindkét rendezvényre. Az iskola történeti kiállítást az alsó tagozatos tanulók irodalmi műsora nyitja meg, köszöntőt mond Tell Edit alpolgármester. A Bezrédi Általános Iskola és Diákotthon március 22-én pénteken 18 órakor tartja az immár hagyományos gálaestjét a Csengély Dénes Kulturális Központban.